Ötpárti egyeztetés kezdeményez a Kislászló ügyben a Jobbik, hogy mennyi van még ebben az ügyben, illetve hogy milyen ügyben kérik az ötpárti egyeztetés. Duró Dórát kérdezem, a Jobbik frakció vezető helyettesét. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mi van ebben még, amit egyeztetni kell? Ezzel az üggyel kapcsolatban úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan társadalmi kérdés is felmerül, amit eddig sem a politika, sem pedig egyébként az általános közbeszéd nem kezelt. Az egyik ilyen felmerülő kérdés az állami kitüntetések ügye. Kislászlónak állami kitüntetései is vannak, ami egyértelműen a mi álláspontunk szerint egy morális elismerés. És felmerül a kérdés, hogy az állami kitüntetések ilyen értelemben visszavonhatók-e. Jelenleg a törvények nem teszik lehetővé, hogy egy állami kitüntetést bárki visszavonjon. Éppen ezért kezdeményeztük azt, hogy ennek a lehetőségét megteremtsük, ennek a jogszabályi feltételeihez akár még alaptörvénymódosítás is szükséges lehet, de mindenképpen szükséges többpárti konszenzus. 2011-ben egyébként felmerült már ez a kérdés a közéletben, és akkor Szijjártó Péter, még a miniszterelnök szóvivőjeként azt jelentette be, hogy semmilyen Zsoltot bízta meg a miniszterelnök azzal, hogy az állami kitüntetések visszavonhatóságát megteremtse, ennek a jogszabályi hátterét dolgozza ki, és azóta sem történt semmi. Tehát látható az, hogy ez az igény korábban is felmerült már, másrésztről pedig a kormányinfón Lázár János is azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy csak a törvényi háttér hiányzik hozzá, tehát érdemes erről beszélni. Van a DK-nak két felvetése, az egyik egy határozati javaslat, azt kérik, hogy hozzanak létre egy nyilvános adatbázist, amelyből a szülők ellenőrizhetik, hogy a gyermekükkel kapcsolatba kerülő emberek, pedagógusok, edzők bármilyen eljárásban gyermekbántalmazás, molesztálási ügyben szerepeltek-e. A másik javaslatuk pedig egy törvénymódosítás, a sokkal súlyosabb büntethetőség és az elévülési határok megváltoztatása kapcsán, ez Vadai Ágneshez fűződik. Ezeket támogatják? Ezt az adatbázist mi magunk is felvetettük, sőt már az előző ciklusban is nyújtottunk be ilyen javaslatot, csak akkor nem támogatta az országgyűlés ezt. Most már persze mindenki felül erre a hullámra, hogy kiszélesedett a botrány, ugyanakkor, amikor ez Kislászlóról kiderült a szélesebb nyilvánosság számára is, hogy mit követett el, akkor a Jobbik volt az egyetlen párt, amelyik a lemondását követelte a szövetségi kapitányi tisztségről. Akkor még egyetlen másik párt sem merte ezt megtenni, és nem szólaltak meg ebben az ügyben. Hogyha ezek a kezdeményezések olyanok, amelyek valóban előrébb viszik azt, hogy ez ilyen, vagy ehhez hasonló esetek ne történjenek meg, akkor természetesen támogatni fogjuk, hiszen nem azt nézzük, hogy ki a benyújtó, hanem azt, hogy mit tartalmaz maga a javaslat. Néhány másik ügy is van, a Jobbik azt mondja, hogy szándékosan sértette meg a házszabályt a Fidesz azzal, hogy az igazságügyi bizottság nem vette napirendre a kvóta referendummal kapcsolatos alaptörvénymódosítást. Ezt nem csak mi mondjuk, hanem egy videófelvételen Rubovszky György maga, a bizottság elnöke is egy képviselőtársával beszélgetve erről beszél, hogy akár házszabálysértést is hajlandó elkövetni azért, hogy ne vegyék napirendre a Jobbik javaslatát. Arról van szó ugyanis, hogy a kvótáról szóló népszavazást meg lehetne spórolni, az ezzel járó kockázatokat, az ezzel járó költéseket, hogyha az alaptörvénybe beillesztenénk azt a mondatot egyébként, amit a Fidesz szeretne népszavazáson megkérdezni az emberektől. Hogyha ennek a végéről levesszük a kérdőjelet, oda teszünk egy pontot, és az alaptörvénybe illesztjük, az egy magasabb jogi garanciát jelent, mint egy népszavazás, nem kerül semmibe, az országgyűlés működése során meg tudja hozni ezt, és biztosabb is, hiszen nincsen az a kockázat benne, hogy, mint ami a népszavazásnál felmerül, hogy esetleg eredménytelen vagy érvénytelen lesz a népszavazás. Ugye ezt igényli szemmel láthatólag a egyébként már rég eldöntött kérdések kapcsán a lakosság megkérdezését, hogy ugye úgy gondoljátok ti is, és akkor az ugye nyilván az a válasz remélik, hogy persze. Akik visszaküldik, azok valószínűleg azt mondják persze. Ez ugyanaz, mint a kérdőjelek postázása. Igen. Itt most egy nagyobb kockázatot vállal a Fidesz önök szerint feleslegesen? Azért csinálják ezt, mert egyrészt érdekük az politikailag, hogy minél tovább a migráns kérdés napirenden legyen, és ez uralja a közéleti társalgásokat, másrészt pedig hát semmilyen kormányzati teljesítményt nem tudnak felmutatni az egyéb szférákban. Ha megnézzük az oktatás helyzetét, az egészségügyet, akkor azt látjuk, hogy romokban hever minden, szakmai hibákat is elkövettek, és a megfelelő finanszírozást sem tudták biztosítani,
de hogyha a szociális rendszert említjük, ott ugyanez a helyzet. Másrésztről pedig burjánzik a korrupció, az elmúlt 25 év legkorruptabb kormánya a mostani Orbán kormány. Elképesztő, hogy napi szinten jönnek ki a botrányok, különböző fideszes politikusok érintettek, kormánytagok érintettek, offshore botrányoktól kezdve, MNB alapítványok, ugye sorolhatnám, hogy mennyire elképesztő az, amennyire a korrupció elönti az egész közéletet, és nyilván, hogy a figyelmet eltereljék erről, ezekről a lopásokról, és azokról a kormányzati kudarcokról, amiket az alapvető fontos szférákban felmutatnak, ezért szeretnék azt, hogy... A Jobbikot nem bántja, hogy a saját témájukat vette el ilyen súllyal a Fidesz? Ugye ez a Jobbiknak is egy fontos téma volt, a migránsok, a migráció, az Európában özönlő emberek. Igaz, hogy akkor még nem voltak egészen biztosak abban, hogy az iszlám hitűek azok jók vagy rosszak Európának, de most tényleg nem menjünk bele. Viszont ezzel elvették önöktől az egyik legfontosabb érvrendszert. Én úgy gondolom, hogy a migráció az egyébként Európa számára és Magyarország számára is egy érdemi probléma, amit hosszú távon meg kell oldani, és valószínűleg egy olyan probléma lesz, ami a Fideszen is és a Jobbikon is túlmutat majd, hiszen évtizedekre, a következő évtizedekre határozza meg Magyarország jövőjét az, hogy most milyen kapukat nyitunk meg, milyen döntéseket hozunk ezzel kapcsolatban. Ilyen értelemben ez indokolt. Másrésztről pedig mi mindig azt szeretnénk minden egyes döntésnél, ami az ország érdeke, hogy az érvényesüljön. És innentől kezdve teljesen mindegy, hogy ez most politikai hasznot hoz a Jobbiknak, vagy nem hoz a Jobbiknak, hogyha Magyarországot sikerül megvédeni ettől a migráns áradattól, akkor mi akkor leszünk elégedettek. Azt mondta Vanna Gábor itt az ATV-ben nem régen, hogy a továbbiakban a győztesekkel akar együtt dolgozni, és kiemelte ezügyben Toroczkai Lászlót, meg azt is, hogy még a DK is neki kampányolt. Na most ezt a mondatot összerakom azzal, hogy Gyurcsány Ferenc legutóbb azóta is támadják, ezzel felvetette, hogy a Jobbik teljesen vállalható mérsékelt gárdává válik, mert hogy a kutyából is lehet, ugye Szalonna kérdezte, akkor el tudja képzelni, hogy együttműködjön a DK a Jobbikkal. Ezt el tudja képzelni, ezt az együttműködést? Semmilyenféleképpen. Tehát Gyurcsány Ferencnek a politikai tevékenysége az nagyon távol áll a Jobbikétól, és sokkal inkább kellene Gyurcsány Ferencnek egy jobbikos kormány esetén elszámoltatásra készülni, mint együttműködésre. Mi azt szeretnénk, hogyha a 2018-as választásokon a Jobbik önállóan tudná legyőzni a Fideszt, és ezért is gondoljuk azt, hogy a Jobbik az, amelyik második erőként stabilan tudja tartani ezt a helyét, és váltópártként tud a 18-as választásoknak nekivágni. Egy helyi együttműködés a legképzelhetőbb szó volt, de az, hogy Gyurcsány Ferenccel bármilyen módon vagy bármilyen mértékben mi együttműködjünk, az teljesen elképzelhetetlen. Egyfelé tart a Jobbik és a Jobbik vezetése különösen mostanában? Egyfelé tartunk, hiszen van egy alapító nyilatkozatunk, vannak a pártnak programjai, programpontjai, amelyek alapvetően meghatározzák ezt az értékrendi közösséget. Az, hogy vannak viták, azokat sosem tagadtuk, sőt, én magam örülök is neki, hogyha vannak viták, hogyha lehetnek viták, mert ez mutatja azt, hogy a párton belül is van egy nagyon fontos stratégiai jellegű gondolkodása a Magyarország és a magyarság jövőjét illetően, tehát ilyen értelemben szerintem ez még jó is. Komolyan mondja, hogy személyesen örül annak a párharcnak, ami Vanna Gábor és a férje Novák előtt között kialakult? Én annak örülök, hogyha tudunk értékrendi kérdésekről értelmes vitákat folytatni, és úgy gondolom, hogy jelen esetben is erről is szó van. Erről is szó van, így van. Másrésztről pedig az, hogyha a véleményeket el tudjuk mondani, és a Jobbik tényleg képes egy néppárttá válni, és integrálni a különböző karaktereket, véleményeket, az szerintem csak hosszú távon csak hasznára fog válni a pártnak. A Novák előtt Vanna Gábor kiszorítja, ennek ellenére megmarad Vanna Gábor mellett adott esetben? Itt nincsen erről szó. Nyilván ez egy politikai kérdés. Mit ért kiszorítás alatt? Hát ami most az alelnöki pozíciók és a Jobbik vezetésének pozícióosztása körül zajlik. Én úgy gondolom, hogy az Novák elődnek a döntése, hogy ő hogyan képzeli el a saját jövőjét. Nyilván nehéz helyzetben vagyok e tekintetben, mind politikailag, mind emberileg. Ezt nem tagadom, sohasem tagadtam, de én úgy gondolom, hogy sikerül olyan megoldást találnunk, hogy mindenki az energiáit és a tudását azt a Jobbik érdekében továbbra is fogja tudni hasznosítani. Azt olvasom, hogy Novák előtt bevonul, katona lesz, még hogyha majd augusztustól is védi a júniustól, augusztust írta a sajtó. Támogatja ebben? Hát igen. Másképp ez nem megy, igaz? Így van. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. A híradóval folytatjuk, és aztán Tóth Géza után várom én is önöket vissza.